A Kandahari óriás történetét Ella Marzulli amerikai, paranormális témákkal foglalkozó filmkészítő hozta be a köztudatba 2016-ban a Wacherstein című filmmel. Bár a történet már korábban is feltűnt az amerikai Coast to Coast AM rádió műsorán 2008-ban. A filmben meginterjúoltak egy amerikai veteránt, aki állítása szerint 2002-ben egy amerikai katonákból álló osztag kötelékében az afganisztáni Kandahar tartomány hegységeiben összetűzésbe került egy megközelítőleg 4-5 méter magas, láncsával felfegyverkezett, nagyon vörös hajú, 12 ujjú emberrel. Afganisztánban egy amerikai katonákból álló osztag vészjelzés nélkül eltűnt. A megkeresésükre kiküldött drónok nem találtak semmit, ezért a vezetés kiküldött egy második osztagot a legutolsó ismert pozíciójukra azzal a feladattal, hogy találják meg az eltűnt katonákat. Ebben a csapatban volt az az amerikai katona is, akit Ella Marzulli meginterjú volt a Wacherstein című filmjében az ott történt eseményekről. Az a katona, akit Marzulli meginterjú volt, évekkel ezelőtt egy eléggé részletes interjút adott az akkor történtekről egy paranormális témákkal foglalkozó podcastnek. Ebből a podcastből következik most egy bejátszás. Well, anybody who hasn't heard it, it is on Watchers 10. I was interviewed by Ella Marzulli. And a group went out the day before. And they didn't hit a rally point. They didn't hit a checkpoint. Didn't give information back to command. And, you know, stuff happens. Radios go down, whatever. Well, they sent birds out looking for them, nothing. So they sent a second team. I happened to be on that second team. And what we did is we followed their exact route. Because, as you know, when you're going somewhere, you always leave something with battalion HQ or whatever to let people know where you're going to be, and you mark your rally points, checkpoints off in specific times when you're going to do it. The cave was offset, so it wasn't directly in front of us, even though it sort of made an L, this part of the mountainside. It was a sheer drop there, and instead of it facing directly towards us, or directly to the left of us as we're coming around that turn, it was like diagonal to us, right there. If you imagine the corner of the L, that would be where it would be. And then there was a sheer drop off behind us. There was rocks, you know, it is in Afghanistan. There was an oddity though, is we saw these bones. And then I saw a piece of our equipment. As I get into it, you'll understand what I mean. Anyways, all of a sudden, with the quickness, dude, the speed, you would not believe this thing jumped out. And I'm not joking when I say, I know this to be a fact, too. He was 15 feet tall. Yeah, we're super shocked. And my one bro, who's a SEAL, we called him Dan the Man. It's the only person's name I use because the rest of them are still alive. If they want to come out with a story, they'll do it when they want to. He broke first. Everybody will pause on certain things, and that was something that we all paused on. But he broke first, and he even went at him, and we all started to move too. But this thing was so quick, it had skewered Dan on a pike, and everybody starts yelling, shoot him in the face, shoot him in the face. And we all open up. This story has taken longer than it actually took. It was probably 30 seconds total time, and that's a long time.
So we start hitting him, and he finally goes down. When he does, you know, basically what I believe happened, we all know about David and Goliath. Just like after David killed Goliath, he severed the head with his sword, right? And yes. From our shooting, we basically took everything from his lower jaw, the artwork they had done. The guy got several things wrong with the artwork, but, you know, they cost them a lot of money and they weren't going to redo it. But we basically blew a big gaping hole through his head with our rounds. And where we hit the body, we noticed that the team from the night before must have hit the body too, because it was already starting to heal just from our engagement. This is after he's down. Dan's already tried to stabilize him, and he passed. And so the 9-9 just became a pickup. The basic gist of it is I believe that we severed where the brain and the spinal cord meet. He said, did he have double rows of teeth? I said, look, I'd be lying to you if I told you for sure he had double rows, because our bullets had impacted so much, there were teeth going inward and outward, and I don't know if it was the bullets or that was just the way his teeth were made. This is all stuff that I'm just trying to fill you in on the minutia that didn't get put into the film. It did look like the boys from the night before or the day before had engaged him, because his wounds were already healing. The facts were, from the night before, the day before, you could tell where he'd been hit. That's where they messed up on the artwork, and it wasn't their fault. It was the guy who did the artwork. All he had was like a loincloth on him. And he did have one odd thing that still blows me away to this day. He had a shield, like a Roman squared rectangular shield. And both of the things he had were made out of brass. He smelled as persistent as a skunk, but like, I don't know if, how many of you guys have been in combat or been to a mass grave's opening, but the smell of decaying flesh, I guess, is the best way to describe his stench. Red hair, so red, it was like fire red, brother. I'm looking at it now in my mind, sorry. He had 6 fingers, 6 toes. He was barefooted. Anyways, so we go into the cave. We saw different things, but, you know, was it something he was smelting brass in? I don't know. Was it his cook pot? I don't know. But we did find fresh bones, and that was from the team the night before. And that didn't make it. He did have clothes, like I guess you would call it a tunic. And he did have, like, these weird shoes that were, like, must have been sheep's skin. When I say that, I mean literally ripped off of the sheep, and then he just tied them up by poking holes through the actual skin and just tying them up that way. They were real funky looking, almost, I don't know how to explain it. They you could tell they were handmade. Anyway, so we go in there and we're looking around. We see some of his stuff. By then, the helicopter had come, and we flew back to the air base in Afghanistan. We were there when they brought him down, and they had these special forklifts that moved those flat pieces of aluminum that you put cargo on, and they brought that out. To where there was an aircraft, they had already loaded him, started loading him down, and then dropped, you know, taking him out towards the aircraft. We landed. We went over there. Mint azt a bevezetőben mondtam, 2008-ban a Coast to Coast AM amerikai rádión meginterjúoltak egy pilótát,
aki állítása szerint részt vett az óriás holttestének Amerikába szállításában, egy C-130-as katonai teherszállító repülőn. Sajnálatos módon nincs hozzáférésem ahhoz a részhez, ahol ez az interjú elhangzik, de a Marzulli féle filmben bejátszanak belőle egy rövid részletet. 2017 májusában a Strange But True Stories nevű YouTube csatorna készített egy videót a Kandári óriásról. A kommentek között felbukkan egy Tony Baldwin nevű felhasználó, akinek a testvére az állítása szerint részt vett az afganisztáni háborúban, és része volt egy csapatnak, amit azért küldte ki később, hogy nézze át az óriás barlangját. A testvére beszámolója szerint a barlang teli volt csontokkal, mind emberi, mind állatiakkal. A barlang annyira bűzlött, hogy gázmaszkot viseltek az átkutatásánál, a végében pedig egy nagy adag ürülék volt felhalmozódva. A testvér állítása szerint a barlang tele volt mindenféle fegyverrel. Régi kardokkal, számszeríjakkal, szakállas puskákkal, de voltak emellett modern fegyverek, robbanóanyagok is, amiket feltehetőleg az általa megölt emberektől szedett el. Amennyiben ez a poszt igaz, az azt csugalhatja, hogy ezek a lények akár több száz évig is tudnak élni. A kérdés persze adja magát. Vajon vannak-e más óriás észlelések Afganisztánból, amik valamennyire alátámaszthatják a kandahári óriás történetét? A Blurry Creatures podcast 145. részében egy amerikai katona volt a vendég, aki szolgált Afganisztánban. 2009 tavaszán ez a katona és az osztaga felderítő küldetésre indultak a Kunar tartományban. Beszámolója szerint éjszaka a felderítő felszerelésével pásztázta a környező hegyeket hőérzékelő módban, amikor is az egyik hegyen megpillantott egy nagyobb hőjelet, amit a mérete miatt nem nagyon tudott hova tenni. Először arra gondolt, hogy több táli parcos vagy pásztor kuporodott össze egy tűz körül, szóval úgy döntött, hogy rajtuk tartja a szemét. Azonban a hőjel egyszer csak felállt. A katona beszámolója szerint a fák azon a területen 4-5 méter magasra nőnek, és ez a hőjel magasabb volt ezeknél a fáknál. A beszámoló szerint, amit a katona ekkor látott, egy hosszú hajú, szakállas, nagyon magas, vékony, messzelem férfinak nézett ki. Ami a legijesztőbb volt számára, hogy az óriás az osztagának az irányába bámult, ami azért volt furcsa, valamint ijesztő, mert 500-600 méterre lehetett, és éjszaka volt. És annak, hogy egy ember egy ilyen távolságból szabad szemmel láthatja őket, kevés volt az esélye. A lény ezután felállt és elsétált. Emellett a podcast mellett találtam még YouTube videók komment szekció közt egy pár afganisztáni óriás beszámolót. Tudom, hogy ezek nem a legmeggyőzőbb bizonyítékok, de gondoltam megemlítem őket. De hogy jön ide a csodaszarvas? A történetnek a legtöbb ember csak a József Attila féle változatát ismeri, azonban a csodaszarvas történetének a legkorább ismert változata az Kézai Simon 1200-as években íródott Gesta Hungarorum című krónikájában található meg. A történet szerint az özönvíz utáni 201. évben született meg Ménrót az óriás, akinek az apja Tána volt, nagyapja Jáfet, a dédnagyapja pedig maga Noé. Ménrót nekilátott Bábel tornyának építéséhez arra az esetre, hogyha az özönvíz megismétlődne, akkor az emberek oda el tudjanak menekülni, és ott át tudják azt vészelni. Azonban a nyelvek összezavarodása okán a torony végül nem készült el. A tornyot magát a történet így írja le. Idézem. Az említett toronyban, mint Josephus mondja, a legtisztább aranyból istenek templomait, drága kövekkel kirakott palotákat, aranyoszlopokat és színezett kövekkel különbnél különben kirakott utcákat csinálnak. És azon torony négyszögre emelkedett, széle egyik szegletétől a másikig 15 000 lépés, hossza ugyanennyi volt. Magassága még nem volt bevégezve, hanem szándékuk szerint a hold köréig, melyet az özönvíz fel nem ért, fel kellett volna emelve lennie. Alapjának vastagsága 300 lépés volt, emelkedtével azonban lassanként keskenyedett, hogy aljának vastagsága a rányomuló terhet megbírja. Vala pedig helyezve Núbia és Egyiptom közé, s maradványait Memphisből Alexandriába menve máig is láthatni. Idézet vége.
Mainroth ezután Perzsiába költözött, ahol is több gyereke született, de akik számunkra fontosak, azok Mogor és Hunor. Egy napon a két fiú vadászni indult, amikor is megpillantottak egy szarvasűnőt, akit üldözőbe vettek, és egészen a Meotis mocsaráig kergettek, ami az Azov-tengernek és a Krími félszigetnek feleltethető meg. Ezt követően Mogor és Hunor népükkel letelepednek ott, majd amikor népük megsokasodott, kiözönlennek az eurázsiai sztyeppékre, meghódítják azt és megalapítják Szkítiát, ami három királyságra oszlik, Baskarra, Dentre és Magyarországra. Nos, nyilván felmerült benned a kérdés, hogy mi köze van ennek a kandahári óriáshoz. Nos, az Árpád ház visszavezette az apai ági vérvonalát Némrótra, az óriásra, és meglepően gyakori volt közöttük a vörös haj. Például tudni lehet, hogy vörös haja volt Szent Piroska bizánci császárnénak, Konstancia cseh királynénak, Árpádházi Mária nápolyi királynénak és Szent Erzsébetnek is. Ami egy eléggé érdekes egybeesés. Egyébként Mária nápolyi királynénak 14 gyereke született, és mint az az ábrázoláson látható, mind a 14 gyermeke vörös hajú volt. Továbbá, kevesek által ismert tény, hogy az a nép, ahol a legnagyobb arányban vannak vöröshajú emberek, azok nem az írek, hanem az Oroszország területén, azon belül is az udmurtak köztársaságban élő udmurtok. Amit még érdemes megemlíteni, hogy az udmurtak köztársaság mellett található a baskirtak köztársaság. Kézai Simon pedig korábban Baskíriát nevezte meg, mint Szkítia egyik királysága. De az írek sem maradhatnak ki a szkítiai kapcsolatból. Szent Bede, a kora középkorban élő angol szerzetes krónikájában megírta az angol nép történetét. Ebben a krónikában az alábbit írta, idézem. A sziget első lakosai a britonok voltak, akikről a szigetet elnevezték. Azt mondják, hogy Armorica tartományból jöttek a szigetre és birtokba vették a sziget déli részét. Ezután történt, hogy a piktek áthajóztak Szkítiából, és a brit partok mentén hajózva partra szálltak Írországban. Idézet vége. Lehetséges lenne, hogy a vörös haj az óriásokkal való fajkeveredésből származik? Egy másik érdekes dolog, ami a kandahári óriás kapcsán eszembe jutott, az az, hogy a kereszténység előtti magyar néphiedelemben, ha valaki hatúja született, az az isteni kiválasztottságnak volt a jele, és az ilyen gyerekekből táltosok lettek. Vajon mi lehet ennek az eredete? Egyébként a mai Afganisztán egy bizonyos időben Szkítiának a része volt. Akman ibn Fadlan 10. században élt arab utazó utazásai során eljutott a volgai bulgárokhoz. Állítása szerint az ottani kán mutatott neki egy holttestet, ami 12 könyök, azaz kb. 5,5-6 méter magas óriáshoz tartozott, akit a helyiek egy ottani folyónál találtak, majd később felakasztottak gyilkosságért. Erről az esetről így ír az Ibn Fadlan a Sötétség földjén című könyvében. Egy erdőbe lovagolt velem, ami tele volt hatalmas fákkal. Egy fához vezetett, aminek a tövébe estek az óriásnak a csontjai és a feje. Láttam a fejét. Olyan volt, mint egy hatalmas mékas. A bordái pedig, mint a datoja termésének a kötegei. És a kéz, illetve a lábainak a csontjai is hatalmasak voltak. Megrökönyödtem a látványtól. Idézet vége. A bolgárokról azt kell tudni, hogy a hagyományaik szerint ők is a szkíta birodalomból származtatják magukat. De nem Ibn Fadlan volt az egyetlen arab utazó, aki hasonlóról számolt be. Abu Hamid, aki a 12. században élt, utazásai során eljutott a másik Bulgáriába, ahol állítása szerint két élő óriást is látott. Erről a könyvében így ír. Idézem. Amikor Bulgáriába jártam 530-ban, azaz Krisztus szerint 1136-ban, láttam egy férfit áttörséből, aki több mint 7 könyök magas volt, ami kb. 3,5 méter. Dangának hívták. Olyan erős volt, hogy cipelni tudott egy lovat, mint mi egy kecskét, illetve szét is tudta tépni azt a lovat, mint mi egy kötek gyomot. A bulgár cár készített neki egy melvértet, amit szekéren szállítatott, és egy óriási, üstméretű sisakot. A fegyvere egy tölgyfának a szára volt, amit úgy forgatott, mint mások egy sétapálcát. Egy elefántot is meg tudott volna ölni egy ütéssel. Ennek ellenére nagyon szerény ember volt.
Amikor találkoztunk, a fejem az övéig sem ért fel, mégis nagyon barátságos üdvözlésekkel szokott fogadni. Isten áldja őt. Egy kivételével nem volt egész Bulgáriában olyan fürdőház, amibe befért volna. A legkülönlegesebb ember volt, akit valaha láttam. Volt egy lánytestvére, aki akkora volt, mint ő maga, akit láttam párszor, amíg Bulgáriában voltam. A városban, Ibinnuban azt mesélte, hogy az a magas nő, amikor megölelte a férjét, akit Ádámnak hívtak, és az egyik legerősebb férfi hírében állt, összetörte a bordáit, és azonnal megölte őt. Idézet vége. Ád törzse, annak, aki nem tudja, az egy a Koránban szereplő óriásokból álló nép volt. Abu Hamid minden esetre nem írt arról, hogy ezeknek az óriásoknak milyen színű lett volna a haja, vagy hogy 12 ujjuk lett volna. Ha már az ujjaknál tartunk, még egy gondolatom van a kandahári óriással kapcsolatban, amit nem hallottam máshol. Mi emberek szeretjük a rendszereinket a 10-es számrendszerhez igazítani, mert 10 ujjunk van. Azonban már gyerekként is furcsáltam azt, hogy az időhöz köthető rendszereinkre ez nem igaz. Ezekről a rendszerekről azt kell tudni, hogy ezeket még az ősi Sumér birodalomból örököltük meg, és ki tudja, hogy ők honnan kapták őket. Egyébként Gilgamesről, a sumérok legendás királyáról fennmaradt egy szobor, amin látható vele együtt egy felnőtt oroszlán. Mindenki vonja le ebből azt a következtetést, amit szeretne. Az idő számításához kapcsolódó rendszereink érdekes módon a 6-os és a 12-es számokra épülnek. 1 perc az 5x12, azaz 60 másodperc. 1 óra 5x12, azaz 60 perc. 1 nap 2x12, azaz 24 órából áll. 1 hónap 5x6, azaz 30 napból áll, és 1 év 12 hónapra van felosztva. Az egyetlen elem, ami nem illik ebbe bele, az a 7, ami nem 6. Szerintem ennek a rendszernek a létrejötte sokkal logikusabb akkor, ha feltételezzük, hogy létrehozójuknak 12 ujja volt, és nem 10. Csak egy gondolat.